Társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Kovács Zoltán volt tegnap a vendégem, és abból az apropóból beszélgettünk, hogy ő adott egy interjút a Magyar Nemzetnek, melyben egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy nagyon sok helyütt a kritikák ellenére bizony presztízs ma már közmunkásnak lenni. Bevallom őszintén, hogy ma kolléganőmmel megpróbáltunk sok-sok közmunkást idehívni a stúdióba. Nagyon szerettem volna, nem a rossz indulat vezetett minket, hogy valaki mondja el, hogy utál közmunkásnak lenni, hanem szerettünk volna tényleg olyat találni, aki azt mondja, hogy jól érzem magam, ez presztízs, ez nekem kitüntetés, és mik a céljaim, és mit értem el. Azt is elmondom önnek, hogy nagyon sok helyütt, sok településen abba a falba ütköztünk, hogy egész egyszerűen azt mondták a közmunkások, hogy nem mernek, szívesen nyilatkoznának, lenne mit mondaniuk, de nem mernek nyilatkozni. Hát aztán végül mégis szerencsénk volt Borsod megyében, és itt van Kanicki Lászlóni Éva. Jó estét kívánok! Estét kívánok! Akkor most először is magáról beséljen. Nem fogom azzal kezdeni a beszélgetést, hogy presztízsnek érzi-e a helyzetét. Azt tudom, hogy közmunkás. Mióta nincs állása? Én 2005-től vagyok közmunkás. Előtte nyilván máshogy hívták. Hát igen, előtte varrónőként dolgoztam, mivel mindenhol megszűntek a varrodák. Így tovább nem tudtuk folytatni ezt a munkát. Aztán jelentkeztem édesapám halála után közmunkára. Hát még akkor nagyon-nagyon jó volt a fizetésünk a mostanihoz képest, és meg tudtunk belőle alapvetően élni. Természetesen a árak sem voltak még akkor ilyen borzasztóan elszabadulva a boltokban, de a mostani helyzetem, a 49 ezer forint, hát én úgy érzem, hogy nem méltó a munkához, amit végzünk. Mit kell csinálni önnek? Én mezőgazdasági munkába dolgozom, zöldségféléket termesztünk, és erre nagyon büszke vagyok, a gyerekeknek, az időseknek, a konyhára. És úgy érzem, hogy ez a munka ér annyit, hogy többet fizessenek érte. Miért kevesebb az én munkám, miért értéktelenebb, mint bárki másé? Nem tudok a szakmámba dolgozni, más sem tud, van három szakmája. Próbáltam magam képezni. Részt vett ilyen államilag támogatott képzéseken? Szociális gondozónak egy évet elvégeztem belőle. De azzal sem tudunk elhelyezkedni, mert a szociális munkásokat nem felfejlesztik, hanem még a falvakban is lefelé csökkentik a létszámot. Sajnos nincs rá pénz, nincs rá állami támogatás, és ez azzal jár, hogy a gondozónőket nem bocsátják el, leveszik minimális bérre, tehát ott is reménytelen a helyzet, hogy valaha fogok benne dolgozni. Elhagyni nem tudjuk az otthonunkat, odaépítkeztünk. Gyermekek? Három gyermekem van. Nagy fájdalmamra a nagylányom abba hagyta az egyetemet, mert nem tudtuk tanítatni, elment Angliába dolgozni. Van egy 17 éves fiam, és egy 24 éves, ő itt Pesten dolgozik. Hozzájuk gratulálok szívből, három Köszönöm. Gyereket nevelni. Nagyon büszke vagyok rájuk. Arra lehet is büszke, ez a legnagyobb kihívás és a legnagyobb csoda az életben. Végzett a nagyfiam, és nagyon büszke vagyok mindháromra, mert ebben a helyzetben is csodálatos családi életet tudunk élni. A nehézségek ellenére, mert 49 ezer forintot beosztani, hogy én mindent meg tudjak adni. Ez mire elég a 47? Én, ha politikusokkal beszélek, hogyha látja az egyenes beszélet, máshogy beszélek. Nem hiszik el. Nem hiszik el. Én is néha úgy érzem, hogy vagy legalábbis nem akarják elhinni, hogy mi az, amit kommunikálniuk kell, csak és mi az igazság ahhoz képest, és ez most párt semleges, amit mondok. Nincs köze a párthoz, nincs köze a politikához. Ez a mindennapi élethez van köze. Éhen halni kevés, megélni belőle. Éhen halni sok, megélni belőle kevés. Éhen halni sok, megélni képtelenség. Mivel, hogy az alapvető élelmiszereket, ha meg tudjuk belőle venni, de amúgy én egyáltalán azzal az emberrel szeretnék találkozni, aki azt mondta, hogy meg tudok belőle élni, és nagyon szépen megkérem rá, segítsen nekem beosztani, vagy csak egy hónapra cseréljünk, nem kérek többet, próbálja meg ebből, mit tud megvenni, mit tud az asztalára tenni, mit tudok venni a 17 éves fiamnak, hogyan tudom elindítani szeptemberbe iskolába, mit tudok félretenni, hogy szeptemberre a gyerekemnek biztosítsam az iskolához az alapvető tanfelszereléseket, mert szerintem képtelenség. 2005 óta mindig ott a település mellett, mindig a mezőgazdaságban sikerült a közmunkát végezni? Nem, voltak különböző helyek, volt iskolába dolgoztam, tehát voltak. Tehát ez nyilván az önkormányzat koordinálja, és az önkormányzat adja ki a feladatot, természetesen, hogy hol, mire van. Semmi probléma nem volt ezzel soha, mindig találtak megfelelő munkát, amit az ember örömmel elvégzett, hiszen a munka nem szégyen. Az a szégyen, amit érte kapunk.
hogy az én munkám értéktelenebb. Én néha megmondom őszintén, úgy érzem magam, mintha a társadalomnak egy olyan kirekesztett rétege lennénk. Miért kell nekünk kevesebbet kapni, mert közmunkások vagyunk? Napi hány óra, amit ön végez? Szerencsés helyzetben vagyok, 8 órát dolgozhatom. A 49 ezerért. Ellentétben ugye a 6 órásokkal, akik még kevesebbet. És kevesebbet is kapnak. És ők természetesen kevesebbet is kapnak. Így meg esélye sincs arra, hogy mondjuk emellett a munka mellett még valamit dolgozzon, még valami külön munkát. Ez napi 8. Napi 8 háztartás, óra, gyerekek, háztartás, család. A család. De hol dolgozzam még mellé? Hiszen a környékünkön lehetőség sincs arra, hogy bárhova el tudjunk menni dolgozni, hisz örömmel vállalnánk. Szerintem erőn felül is vállalna minden édesanya, hogy a gyerekei megélhetését biztosítsa. Mert ha saját magamnak nem tudok ruhát venni, az nem probléma. De mikor a gyerekemnek, az már szívbe markoló. Ezek idény munkák, amit tud most biztosítani? Az önkormányzat biztosítja ezt? Természetesen, idén munka. És a helyi iskolának, vagy szociális otthonnak? Pontosan, de a konyhára termeljük meg az alapvető mezőgazdaságot, hát zöldségféléket, ami a mindennapi konyhai főzéshez szükséges. És ez mekkora terület, amit ott művelnek? Meg gondolom, sok közmunkás van ezen a területen. 35-en dolgozunk ebbe, és elég nagy területek, mert van benne több kert, így területileg. Pontosan nem tudom ennek most meghatározni, nem, de az a lényeg, hogy nagy területek vannak benne, és eléggé megerőltető fizikai munkát végzünk minden nap. A mezőgazdaságban soha nem, de az nem egy de nem panaszkodunk érte, nem az a lényege, hogy mi most megerőltetően dolgozunk, hanem amit érte kapunk. Semmi esélyt, munkaügyi központ, gondolom, hogy ott is járt nem először, és nem egyszer, és nem kétszer. Várólista, szétnéznek, ajánlatok, információ. Dehogy nem jöttek munkaügyi központból mesével, elmesélték nekünk, hogy majd így fognak nekünk segíteni, majd úgy fognak nekünk segíteni, de ebből semmi nem lett. Adjuk meg, hogy kinek mi a foglalkozása, mindenki éveket töltött ki. Semmi visszajelzés nincs annak érdekében, hogy bárki is valaha a szakmájába bárhol el tud helyezkedni. Ricse, ugye Ricse, a település, akik ott 35 közmunkás van, akik most pillanatilag mind a mezőgazdaságban dolgoznak, vagy akár még többen vannak? Vannak még többen, vannak 6 órások is, akik más területen dolgoznak, mi vagyunk a mezőgazdaságban a 35 ember. A többiek pedig itt-ott végeznek olyan munkát, amire éppen a szüksége van a hivatalnak. Ezt most komolyan mondom, és komolyan kérdezem öntől, hogy az a család, ahol még mondjuk van is egy keresőfél, de mondjuk ahol két szülő közül egyik sem, tehát egyiknek sincs munkája, és van egy, kettő vagy három gyerek, hogy tudja beosztani a 49 ezer forintot? Hogy tudja kifizetni a villanyszámlát, a gázszámlát? Hogy tud kenyeret venni? Hogy tud ebédet főzni a gyerekeknek? Hogyan? Nem tudom, van olyan munkatársam, ahol mindketten velem dolgoznak a közmunkán, ezért a fizetésért. Tologatjuk a számlákat, mikor egyiket sikerül befizetni, mikor másikat sikerül befizetni. Mindig azt tesszük fontossá, ami éppen aktuális. Ahhoz, hogy az ember a gyerekének, a családjának ételt tudjon tenni az asztalra. Ez már fizikai képtelenség. Ha nincs segítség, vagy egy szülő, aki oda tud tenni, de ne egy 82 éves édesanyára támaszkodjak, amikor mindent meg kellene adnom neki. Ennyi időskorba. És nagyon nagy szégyen, hogy annak kell segíteni egy családnak. És politikus urak ezt nem látják be, akkor én nem tudok erre mit válaszolni nekik, de szeretnék szembenézni ezekkel az emberekkel, és megkérem őket tisztelettel, hogy próbálják meg nekem beosztani, és magyarázzák el, hogy lehet. Elfogadom tőlük. Szerintem most nagyon sokakkal szembenézett, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállalta azt, hogy eljön ide, és mesél magáról. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm ennek a lehetőséget. Pedig köszönöm a figyelmet. Találkozunk holnap este, viszontlátásra.